Sziasztok, jó reggelt! Most egy szerdai nap van, és meg kell tisztelnem a kontaktlencsémet, mert érzem, hogy nem látok rendesen jól. Ezzel a szememmel részletkérdés. Reggel van, 9 óra van, és indulok az irodába, és gondoltam, hogy miért nem mutassam meg nektek, hogy milyen egy ilyen hétköznapi napom. Nem sokat vlogolok így hétköznaponta, úgyhogy próbálom egy kicsit ezt így belevinni így a YouTube-omba, úgyhogy kezdjük el ezt a hétköznapi vlogot. Szerintem úgy fogom csinálni, hogy szerda, csütörtök, péntek fogok vlogolni, nem fogok egész nap vlogolni, mert ilyenkor nagyon sokszor nincs mit vlogolnom, vagy nem mutathatom. Úgyhogy amit tudok, mutatom, és megnézzük, hogy alakul egy ilyen hétköznapi vlog. Kezdjük az outfittel. Ma esik az eső. Első esős nap Los Angelesbe, és nem tudom, hogy merem-e bevallani, de izgatott vagyok miatta. Általában utálom az esőt, szeretem a meleg időt, de valamiért izgatott vagyok ezért a kicsit ilyen cozy, őszies, télies időre, úgyhogy megmostam a hajamat tegnap este, úgyhogy be van szárítva, csak annyit, hogy beszárítottam. Kérdeztétek az előző videóban, hogy hogyan csinálom meg a hajamat. Dyson. A Dyson hajszárítóval szárítom be, és így néz ki másnap reggel is. Tehát ezt tegnap este mostan meg is szárítottam be, és így néz ki annyi, amit csináltam, hogy egy kicsit itt ezt a frufru részt egy kicsit megigazítottam, de ennyi. Tudjátok, hogy most rövidebb a hajam, mint volt, úgyhogy ez kicsit egyszerűbb szépen tartani, mert nem lógja úgy ki magát, mert nem olyan nehéz. Ugye a hajam idáig leért, és az sokkal nehezebb volt, ezért azt nehezebb volt formázni. Outfit. Pulcsi, miniszoknya, csizma. És írtátok páran, hogy örülnétek annak, hogyha elmondanám, hogy mi honnan van, úgyhogy elmondom, de hogyha nem érdekeltiteket, akkor csak írjátok meg, és akkor legközelebb nem megyek bele a részletekbe. Ez a felső a H&M-ből van, ezt idén vettem. A miniszoknya az Zara, és ilyen kis arany gombok vannak rajta, ezt tavaly vettem. A csizma az Louis Vuitton, és fel fogom venni a matching Louis Vuitton ilyen kis mini hátizsákomat is, úgyhogy ez lesz az outfit már, úgyhogy induljunk el az irodába. És, by the way, hogyha akár kitámad engem, mert esetleg ilyen designer dolgokat mutatok, hogy miben vagyok, soha, tudjátok, hogy soha nem mutatom, tudjátok, hogy soha nem emelem ki, sose csinálok designer outfit haul, meg mit tudom én ilyeneket, úgyhogy ne támadjatok. Ti kértétek, hogy mondjam, hogy be vagyok, tudjátok, hogy én nem vagyok felvágós, soha nem mutatom azt, hogy mi mennyi, meg ez, meg az, de mivel kértétek, ezért megmutatom, de nem ez a célom vele, egyáltalán. És nézzétek meg, hogy most már kezdenek mindent feldíszíteni ilyen karácsonyasra, mellettem is a pálmafa fel van díszítve mindenféle karácsonyi fényekkel, úgyhogy úgy látom, hogy mindenki készül most már az ünnepekre. Hello, Laura. Are you vlogging? Yes. Nézzétek meg, már megint mit teszik. Lárról azt kell tudni, hogy imádja a csokit. Milyen my sugar addiction. Yeah, no, I said like one thing you have to know about Lara, that she loves chocolate. I love chocolate so much. Told Petra, I have like my... This was supposed to be my snack. But I think this is my snack now. Szóval, a Lara mindig próbál normális lenni, és hozni magával egészséges nasolni valókat. Szóval hozott ilyen baby... mi a keret? Baby répát, meg egy banánt, de ehelyett talált a konyhába magának csokit, úgyhogy most csokit eszik. She's like, yeah. 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 Let me see your outfit. I wanna see it. So cute! Ready for the rain. I love it! Szóval eddig a mellettelévő irodában voltunk, de ez az új irodánk a Larával, ami sokkal nagyobb. I say so much bigger, because we earned it. Right. Yeah. És még egy kis berendezésre vissza, az még vissza van, de ez az új iroda, ahol mi dolgozunk. És ezzel a kilátással, ami amúgy eléggé sötét most, sajnos az eső miatt. Ez egy usually is like a lot brighter, but well. Yeah. Oké, okay, és nézzétek meg azt, hogy miközben dolgozunk, kihívott fel engem. A Nelly, akit jövő héten látni fogok. Ezt az, hogy jövő héten. Addig majd húzom a hajamat, hogy megnőjön. Igen, Nelly most vágatta le a haját, úgyhogy éppen erről beszéltünk. Arról beszélünk, a Lara milyen szerencsés, hogy ilyen hosszú haja van, nem saying that you're so... Anything. I said you're so lucky that you have, like, thick hair naturally, you know? Yeah, like, I don't. My hair is like Nelly's. It's difficult to manage.
No, it's not. Like, it takes me like an hour to style it. Oh, it takes her an hour. Lara, your hair is amazing, so... Thank you, love, thank you. I need your hair. Thank you so much, love. I can't wait to see you. Yes, in January. Me too, in January. One month and a half. Okay, megyünk dolgozni. Hello, hello. Nézzétek meg, hogy esik az eső. Lara, a rain boots. I'm so happy. Are you? No. Is it zebra? Yes. Teljesen elásztunk az esőbe. We got soaked. Soaked. És most pedig megyünk. Hol megyünk? Lara. Oh. Where are we going? I didn't even see I was on camera. We're going to Brentwood. Szóval most megyünk a Brentwoodi irodába, most itt vagyunk a Beverly Hills irodába, viszont van egy irodánk Brentwoodba is, és oda megyünk egy meetingre, és le kell dobnunk a Lara-nak, le kell dobni egy csomagot a Whole Foods-ba. So we're gonna go to Whole Foods, right? Yeah, to return. Oh my god, we need to pick them up from the car. That's in Camden. We're not gonna have time. I think we would. I have to go around. Okay, fine. So, először is el kell mennem a Larának a kocsijához, hogy kivegyük a csomagot, aztán elmegyünk a Whole Foods-ba, leadjuk a csomagot, aztán elmegyünk az irodába a meetingre, utána haza, és végre főzünk vacsorát, úgyhogy csak gondoltam, hogy update-ollak titeket arra, hogy mi a szituáció. So we thought it was supposed to be drizzling today, and it's... Yeah. Like, it's raining, it's not drizzling. It's... Have you ever watched The Devil Wears Prada? Yeah. It's like, they told me it's just gonna... No, what was it? It was like, oh, I can't get you, there's a tornado outside. It's like, it's just drizzling. How do you remember what they say? I have an insane memory. It's you so crazy. Do. Like, I only remember that I watched this movie just because I got it as a Christmas gift when I was a kid. That's like the only reason I remember that I watched this movie. I see. Yeah. Szóval nézzétek meg, hogy mennyiben másabb a helyem, hogyha kim a fésülve egy kicsit. Összeállít napközben valamiért, és olyan, hogyha most is eláztam, de most, hogy kifésülve, akkor sokkal szebb, right? Like, your hair looks so much better when you, like, brush through it. Yeah. Not yours. Yours look amazing either ways. Well, I have my brush too. Oh my god. Brush your face. You brush my face. It's gonna look better. My eyebrows. Maybe I need to brush my eyebrows. My face looks so I have wrinkles. Let me brush it for you. I have my what's this brush? The sugar bear. Bamboo. Oh. The sugar bear. It is bamboo. What's the sugar bear? Fuck! I have to leave my car to get the gloves. Where did you park? You always find my car before I find it. That's so true. Yeah. But I always ask you, but it's on this side. Okay. Which car did you take? The Jeep. I'm always taking the Jeep. I know this. It's right here. Oh my god, that's on this side. Thank you, babe. Of course. Fuck. Don't worry. Get out. Most itt vagyunk a Brentwoodi mosdóban, és éppen megigazdottuk a hajunkat, meg a sminkünket. You're so beautiful. So extra. Let's go. All the twigs? What are you doing? You found the twigs. She found one. I can find you another one if you want. If I have this in my place, I can finish this all in one day. That's crazy. Put this back. No, this is yours. No, it's so much. Oh, this I really is have so, so much cute. Chocolate today. Hmm. Szóval itt vagyunk most a konferencia teremben, és Larával azt beszéltük, illetve én nem nagyon eszek cukrot, tudjátok, de Lara nagyon szereti a csokigat, és azt mondta, hogy no more sugar. No more sweets. No more just snacks. Water. Just water. Just water. And napkins. And boxing. Mm-hmm. I'm proud of you. Most értem haza. Ilyen stresszes és hosszú napon már régóta nem volt. A meeting, a tárgyalás, amire elmentünk a másik irodából, találkozunk ott valakivel, nem jött oda. Szóval egy órát vezettem oda, és egy órát vissza, mert olyan nagy a forgalom, mert szakad az eső, azért, hogy ne jöjjön oda a személy, akivel találkoznom kellett, és utána jöttem vissza ide. Mm.
De most itthon vagyok, és főzünk. És már ide kikészítettem nektek, hogy mit fogunk főzni. Csinálunk lazacot, úgyhogy itt van minden hozzá. Egy ilyen koreai szószban fogjuk a lazacot megforgatni, mielőtt berakjuk a sütőbe. És hozzá pedig fogok csinálni mini krumplikat, ezeket nagyon kis pici mini krumplikat. Először megfőzöm vízben, és utána pedig kilapítom őket, és egy ilyen olívaolajos, fokhagymás szószt fogok rájuk rakni, és berakom a sütőbe, és jól megpirítom a sütőbe. És azt fogjuk enni, és ezen kívül fogok csinálni gombát, és cukkinit is egy kis vörös hagymával. Úgyhogy ez lesz tükörlet hozzá, úgyhogy akármennyire is fáradt vagyok, ma megígértem magamnak, hogy főzni fogok, úgyhogy kezdjük el a vacsorát. Szóval itt van minden hozzávaló, itt van a lazac, ez kettő szelet, fokhagyma, vöröshagyma, mini krumpli, cukkini és gomba. És már fő is a mini krumpli itt, meg van mosva és tisztítva a lazac. És éppen reszelem a fokhagymát. És most pedig a cukinit fogom így felkarikázni ilyen kis elég vékony csíkokra, mert azt akarom, hogy egy kicsit így megpiruljon, egy kicsit ilyen ropogós legyen inkább, tehát nem az a ilyen löttyet érzés legyen, hanem inkább ez a ropogós. És ezen kívül összevágtam a vörös hagymát is, amit elfelejtettem felvenni. És ezen kívül már csak a gomba van vissza, és akkor mindent elkezdünk kisütni. Megfőttek a krumplik, és most pedig bele fogok rakni egy kis olívaolajat, fokhagymasót, és az egész ezt csak is szépen így összekeverem, és még fogok rárakni a lereszelt fokhagymából egy ennyit, összekeverődik a krumplival. És most pedig úgy fogom ezt az egészet így kilapítani, megmutatom így egyesével, megfogom a krumplit, megfogom ezt a poharat, és kilapítjuk. És ez így fog kinézni. És az egyesével is szépen végigcsinálom, megy be a sütőbe, és jól megpirítjuk. You wanna try it? Crush one? Yeah. Yeah, can I? Of course. Thank you, baby. Here you go. Do it. Okay, you don't have to do it too, yeah, if you do it too much, it gets, oh, it got really, like, see? Oh, just use your finger. Oh, there you go. Oh, that's a good one, actually. It's flatter, no? Oh, you want to do more flat? No. I was thinking, like, I don't want it to be dry, you know? I want some juice. Oh, you do? Oh, okay. That's no? You want to do another one? Yeah, I'd love to do it. Can I do all of them? Hold and on, you can let me do something this else? One, so. I mean, if you want. I mean, if you want, I can help do this and you can do something else. Yeah. A cukkinit, amit összevágtam, ugyanígy belerakom ugyanebbe a tálba, amiben a krumplit csináltam, és ugyanúgy összekeverjük az olívaolajjal, ami benne van, az aljába, és ugyanúgy fokhagymasót fogunk egy kicsit rárakni, és ugyanebbe fog belemenni majd a gomba is. A gombát az sokkal nehezebb olajozni, mert nagyon hamar beszívja az olajat, de egy kicsit rárakunk. De igazából ez a saját maga levében fog majd jobban megsülni. Most pedig kikeverjük a lazachoz a mártást, mondjuk úgy, hogy ez mártás, amivel be fogjuk majd vonni a lazacnak a tetejét, mielőtt berakom az airfryerbe. Először is egy miso pasztával kezdünk, és nem kell túl sok belőle, mert a miso az eléggé erős íze van, tehát nagyjából így ennyi. Megy bele egy pici szójaszósz, egy pici olívaolaj, szezámmag, és ez a titkos recept, legnagyobb titka, ami egy ilyen koreai paszta. Paszta? Hogy mondják ezt? Ilyen krém. És ez pedig így néz ki. Ebben van chili paprika és egy valamilyen kis édes kis dolog, és ebből fogunk belerakni. Ez nagyjából egy teljes kanálnyi igazából. És ezt összekeverjük, és ez fog rámenni a lazacnak a tetejére, mielőtt bekerül a sütőbe. És itt is vagyunk a lazaccal, úgyhogy most meg fogjuk
alkotot kenni ezzel a szósszal, amihez egy ecsetet használok, és láthatjátok, hogy folyós a szósz, de nem túlságosan, tehát nem ilyen vízállagú, hanem ilyen krémes, és ezzel csak bekenem az összes oldalát. Ez a fajta szósz, hogyha esetleg lehet kapni Magyarországon és kipróbáljátok, ez egy kicsit megég általában a lazacnak a tetején, amivel nincsen semmi gond, tehát ez nem a lazac ég meg, ez nagyon hamar megkapja ugye a sütő, amivel nincsen probléma, tehát ez teljesen normális. Babe, do you want to learn how to say salmon in Hungarian? I would love to learn how to say salmon in Hungarian. Lazac. 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 Mm-hmm. Look how amazing they look, babe. Oh, they look amazing. I can't wait to have it. I'm so excited. Woohoo! És ez most megy be az air fryerbe. És most már itt vagyunk a sütőnél, és bedobtam a cukkinit és a gombát ide. Nem raktam extra olívaolajat, vagy csak az olívaolaj van, ami ugye amikor összekevertem a fűszerrel, és ez bőven elég lesz. Úgyhogy nem fogok hozzárakni se vizet, se semmit, mert nem akarom azt, hogy megpárolódjanak, azt akarom, hogy egy kicsit megégjenek, és egy kicsit ilyen ropogós legyen az íze a cukkininek, a gombának pedig kicsit ez ilyen karamellizált legyen az érzés. És ez nyilvánvalóan össze fog ugrani, szóval nem lesz ilyen nagy adag. 10 perccel később nézzétek meg, hogy mennyire összeugrott a gomba, és a cukkin is kezd egy kicsit megsülni, de lehet, hogy nem lesz olyan ropogós, mint amennyire gondoltam. Szóval még jó, hogy vékonyra vágtam fel, mert így nem lesz. Én nem szeretem a cukkinit, hogyha ilyen nagyon lötyös, nem bírom elviselni. Úgyhogy ezt lekapcsolom, ide félre rakjuk, és megnézzük, hogy hogy áll a krumpli. Szóval összevágtam a zöld hagymának ezt a zöld részét, és összekevertem olívaolajjal, meg ilyen ledarált piros paprikával, nem piros paprikával, hanem a chili paprikával, és azt fogom rárakni a tetejére. Igazából így a tetejére fogom rárakni. Ez persze opcionális, lehet rárakni még extra fokhagymát, vagy hagymát, pirított hagymát. Én csak nagyon szeretem a zöld hagymát, úgyhogy ezért döntöttem úgy, hogy ezt fogom rárakni a tetejére, de amúgy nagyon crispy, tehát egy ilyen crunchy az egész, azért nem lehet hallani, itt gondolom, de nagyon szerencsére jól jött ki a dolog, tehát nem égett meg, nem túl puha, nem lett ilyen töttyet, hanem tökéletes. Do you call this potato cake? This is, I don't know. Petra's potatoes. És most már csak az van vissza, hogy szépen tálaljuk, úgyhogy most kiraktam a kettő lazacot. Emlékeztek, hogy elkészítettem a cukkinit a gombával, és most beraktam vörös hagymát is, amit nyersen hozzáraktam, és most így benne egy picit megfő, de nem akarom azt, hogy túlságosan megsüljön, úgyhogy csak egy kicsit. És az utolsó rész pedig a krumpli. És kész is vagyunk. Ez lenne itt a vacsora. Így néz ki az elkészült tál. Úgyhogy most vacsorázunk, és jövök vissza holnap. Most már másnap reggel van, és felöltöztem, és éppen rakom fel az ékszereimet. Általában így hétköznaponta ugyanazokat az ékszereket tudtam hordani. Mindig hordom ezt a gyűrűt, ezt a kéket, pillangos gyűrűt. Egy ilyen, ezt láthattátok, hogy ezt együtt vettük az egyik vlogomba. Ez egy ilyen kar, vagy hogy mondják, kézlánc, nem tudom, hogy pontosan milyen neve magyarul, fülbevaló. Általában az irodában nem szoktam nagyon feltűnő fülbevalókat hordani, úgyhogy általában visszafogottakat szoktam, és nyaklánc. Nyakláncban is általában egyszerűeket szoktam, ma ezt a nyakláncot fogom fölvenni, és ahogy láthatjátok, a ruhám az eléggé egyszerű, és teljesen a nyakamig fején, úgyhogy ez szépen fog kinézni, hogyha egy kicsi arany ott van a nyakamba, és rámegy a fölsőmnek a tetejére. A mai nap egy kicsit elegánsabban vagyok felöltözve, mert van egy házmutatásom. Tegnap is ugye volt meeting, de most egy, hanem kettő, de az nem volt annyira nagyon formális. Viszont a mai az eléggé az, úgyhogy egy házat fogok megmutatni Holmby Hills-en. Holmby Hills az Beverly Hills-től nagyjából egy ilyen 7 percre van, Bel-Air-től 3 percre, és nagyon ilyen családias kis része Los Angelesnek, és van egy
kliensem, egy vevő, akinek próbálok házat keresni, ami nincsen fönn a marketen. Nagyon sok kliensem, aki vevő, nem akar olyan házat látni, ami fent van a piacon, hanem olyat, amit senki sem látott még, ami nagyon exkluzív, blablabla, úgyhogy emiatt fel szoktam hívni az ilyen nagyobb ügynököket, hogy esetleg nekik van olyan, ami nincsen fent a piacon, fel szoktam hívni a szomszédokat azokon a területeken, ahol akar esetleg az én vevőm venni, hogy esetleg el akarják adni, és nem anélkül, hogy mondjuk felraknák a piacra, úgyhogy a mai nap egy másik ügynök fogja nekem ezt megmutatni, fölhívtam ezt az ügynököt, és megkérdeztem, hogy van-e esetleg neki ezen a területen olyan ház, ami eladó, de nincsen fönn a piacon, mert tudtam, hogy ez az ügynök ezen a részen nagyon-nagyon aktív. És azt mondta, hogy van neki, és küldött képeket, elküldtem az én webömnek, és meg akarja nézni. Úgyhogy ma megyünk megnézni délután 3:30-kor, és előtte pedig végig az irodában leszek, és ott fogok dolgozni a Larával. Úgyhogy most már elég késő van, mert reggel egy kicsit elcsúszott, most már 9:30-an, úgyhogy induljunk el az irodába, megmutatom, hogy mibe vagyok. Ahogy említettem, nagyon egyszerű az outfitem. Fölvettem egy ilyen bőr hosszú szoknyát, ami leér a térdem alá, hozzá egy ilyen fekete crop top, de ez ilyen nagyon vastag anyagból van. A crop top az a Zarából van, a szoknya azt a barátnőmtől kaptam ajándékba, és nem tudom, hogy mi a márkája, valamilyen ilyen kicsi butik itt Los Angelesben, úgyhogy nem tudom pontosan, hogy mi a márka, és a cipőm az pedig egy ilyen kis mini sarkú nude, és ez pedig Dior. És a táskát pedig nem tudom még, hogy melyiket fogom fölvenni, de valószínűleg valami olyasmit, ami passzol ehhez a cipőhöz. És ma pedig fogok magammal vinni ebédet. Láthattátok tegnap, hogy elkészítettem azokat a kis krumplis dolgokat, úgyhogy abból megmaradt, úgyhogy azt el fogom vinni. És tegnap előtt pedig kisütöttem csirkét, amit végül is nem ettem meg, úgyhogy ezzel fogom elvinni magammal, úgyhogy ezt így most egybe rakom. Szóval ez így lesz ki, és be fogok dobni még mellé egy avokádót is, és ezt tisztük magunkkal. És újra itt vagyok az irodában, és éppen megyek át az e-mailjaimen, és közben ezek egy kis cashew-diót, ezt azt szoktam hozni magammal így az irodában, csak hogyha megéhezik, akkor legyen itt nálam valami. Tudjátok, én nem nagyon szoktam reggelizni, úgyhogy az így mindig jól jön, ameddig nem jutok az ebédhez. Úgyhogy most rengeteg olyan dolog van, amit el kell intéznem, így e-mailek, meg telefonhívások, meg ilyen adminisztratív dolgok. Egészen addig, ameddig nem lesz a házmutatás, úgyhogy ezt fogom most elintézni. A Lara még nincsen itt. Ő is késik. Én is ma késtem, de ő is késik. Ő remélhetőleg look who it is. És megérkezett. Okay, let me see. Asszony. Éppen ebédidő van, úgy döntöttünk. Most mennyi az idő? 1 óra van. És ahogy említettem a tegnapi krumplit és a csirkét, és hozzá összevágtam egy avokádot, úgyhogy ezt fogom most enni itt. A Lara már megette az ebédét, ő... What did you have? You had soup, right? You had soup. I had no? soup. You had soup. It's... Good soup. It's gone. It's gone. The soup is gone. So, we think Lara is pregnant. Well, she wants me to be pregnant, but I'm not pregnant. I think she's pregnant. And she thinks I have a girl. I think she's pregnant with a girl. With a Leo girl. She, like... With a Leo girl. With a Leo girl. Is she? I'm not. We'll see. Look who stopped by. It's Hustle. Hello. The extra girl. The extra. The Armenian extra. So, most éppen itt vagyunk, és most el fogunk menni a Larával végre megmutatni ezt a házat. Ilyen hosszú nap, ami a mai. Cukor. Cukor. Na sziasztok, most fejeztem be a házmutatást, és most hazajöttem. Sajnos nem tudtam ott videózni, mert a vevő, akivel ott voltam, ő nagyon igényli azt, hogy folyamatosan figyeljek rá, hogy beszéljek vele, hogy mindent mondjak, hogy mi történik, és az a kisbabáját is hozta, úgyhogy esélyem nem volt arra, hogy megfigyeljem a kamerát, vagy a telefonomat. És ma pedig megyünk vacsorázni. Az egyik barátnőm az Adisza fog eljönni, úgyhogy el fog menni a Catch-be. A Catch ez egy ilyen sushizó hely, de nem csak sushi van, hanem van mindenféle dologot, és
nagyon-nagyon szeretem, rengeteget járunk oda, és itt van 5 percet tőlünk, úgyhogy oda fogunk elmenni, úgyhogy most annyit fogok csinálni, hogy én annyira elfáradtam, és annyira örülök, hogy ma hazaértem időben, hogy le fogok ide dőlni a kanapéra egy órára, és utána kicsit összetem magam, meggőzöm a sminkemet, kicsit meggőzöm a hajamat, átöltözök, elkészülünk, és 7:30-kor pedig megyünk vacsorázni, és az Adisza ide át fog jönni, hogy együtt kicsit elkészülünk, és akkor úgy fogunk menni erre a vacsorára ma este. Mert önbe vagyok, egy ilyen fekete, egy beruhába. I haven't announced you yet, okay? Szóval elkészültünk, nem tudom, de vagyok egy ilyen fekete egyberuhába, és egy ilyen fekete csizmába. And Adisza is here too. Adisza, you have to say hi. She's so beautiful. Like, I'm the devil and she's the angel today. Aww. Hi guys. Yeah, I'm gonna show you Adisa's outfit. It's so cute. Like, this is my favorite dress that you have. So cute. So, we're going to catch now. It's so cold outside. Petra and her vlog. Thank you. Jó reggelt! Na, most már péntek reggel van, és éppen rakom át az egyik táskámat, tegnap este ebben a táskával mentem, a másik táskámba. Szóval a tegnapi vacsora nagyon jól sikerült, a pszichológusom nincsen most itt a városba, emiatt nincsen ma pszichológusom. És semmilyen tárgyalásom sincsen ma, se házmutatásom, úgyhogy nagyon ilyen kényelmes ruhában vagyok. Annyit fogok csinálni, hogy igazából a péntekem az nagyon laza, tehát tényleg hihetetlenül laza. Úgyhogy annyi van, hogy csak az irodába be kell mennem, elintéznem pár dolgot, és utána pedig van egy körmös appointmentem, időpontom körmöshöz, mert már le van nőve, és jövő héten megyünk Mexikóba, és akarom, hogy fehér legyen a körmöm, úgyhogy ma megyek, és megcsináltatom a kezemet és a lábamat is. Ma estére pedig, nem tudom, hogy mi a terv, de akármi is van, mutatom nektek, tudjátok, hogy mindig mindenbe belevesztek titeket, úgyhogy amennyire tudom, nyilván. Tehát, hogy nyilvánvalóan, amikor hétvégén csinálok vlogokat, az sokkal, hogy mondjam, egyszerű felvenni, mert akkor csak tényleg ilyen szórakozással, vagy egy kicsi munkával, de amikor el van teljesen az agyam így tele van munkával, és hogy mit kell csinálni, mire kell odafigyelni, kivel kell beszélni, kit kell felhívni, akkor néha nem jut eszembe megfogni a kamerát. De dolgozom rajta, és mivel lesz vlogmas, mint tudjátok, hogyha követtek Instagramon, akkor tudjátok, hogy fogok csinálni vlogmas idén, akkor jobban oda fogok figyelni, és ez egy jó gyakorlás igazából, hogy most így csinálom ezeket a hétköznapi vlogokat is, mert amikor lesz vlogmas, akkor tényleg oda kell majd figyelnem arról, hogy mindig fölvegyek mindent, amit csak tudok. Úgyhogy kezdjük el ezt a napot. Egyébként megmutatom az outfitemet. Hogyha ebből a felsőből nincsen elegetek, akkor nem tudom, hogy nézzétek el a videóimat, de ezt a felsőt rengetegszer hordom, amióta megvettem veletek együtt. Annyira szeretem, hogy szerintem hetente egyszer legalább rajtam van. És a nadrág, ezt a nadrágot is láttátok, ezt múltkor vettem, a videóban láttátok, és ehhez van ugye a matching felső, de akartam, hogy egy kicsit fölül ilyen sötétebb legyen, és hozzá pedig sportcipőt vettem föl. A felső az, ezt hol vettem? Houndem. Ez a nadrág, ezt TJ Maxx-ben találtam, ahogy láthattátok a videóban. A cipőm az Dior, és a hátizsákom pedig ugyanaz, amit már láttatok. Sziasztok! Sziasztok! Nézzétek meg, itt van Larának a kutyája, Coco. Coco! Who's a good boy? Why are you so cute? Why are you so cute? He's so fluffy. So fluffy! He's gonna be all skinny next week. Holnap levágatják a haját a Coconak, most nagyon ilyen kis puha és ilyen nagy haja van. He's a poodle and what? He's a poodle and a golden golden retriever. Golden retriever. I don't know what that is in Hungarian. Just a golden retriever. Yeah, he's 25% golden retriever. 25% golden retriever. And 75% poodle. És 75% Uskar. We say Uskar. Oh, really? That's what poodle is? Yeah, Uskar. Uskar. Uszkár! Uszkár! Szóval a Larával ma, ahogy említettem, elég laza napunk van. Úgyhogy jelenleg még el sem kezdtünk dolgozni. Szerintem ma ilyen nagyon lusták vagyunk, és nincs olyan nagy dolog, amin dolgoznunk kell. Tehát semmi fontos, csak egy-két organizálás, ez az. Általában a pénteket, ezt mindig úgy szoktuk beosztani, hogy ne legyen nagy dolog. Úgyhogy most jelenleg csak beszélgetünk. Did you bring lunch? Yeah. I mean, no, no, just like random stuff. Like, I have a cucumber, I have an avocado, I have some soup,
I have an apple. Just like random stuff. I'm like, that's my lunch. I didn't bring lunch. Really? And I wanna, like, do you wanna walk Coco in the afternoon? Like, take a break and walk Coco? Because I wanna walk to Nespresso and get coffee. Yeah. Like, I wanna get the holiday flavors. Oh my god. Mm-hmm. Mm-hmm. Maybe I should. Well, I took my Nespresso, like, the machine. Mm-hmm. For Joshua. So damn, this is heavy. Heavy. Vlogging this week. Amazing. I'm gonna vlog or girls giving. Should I? Is it Tuesday or Monday? Should join you? Mine is the same. You should do a picture like this. These girls are so extra. You're so extra. Oh my god, you girls look so good. It's the fire signs. I love it. Okay. Okay, we're done. We are done. So is it on the floor? Is it right now on the floor? Coco, stop. Oh, Coco, this is not yours. Na, most itt vagyunk megint, és felvettem ebédet. Girl, I found this cute feature on fan. So you see how we put like that, this on citrus? Yes. Even if no one contacted us? Yeah. Like, it shows you matches for people who have buyers within this criteria. When you can send it? So, like, I have, like, 23 matches. Okay, maybe these people didn't open time, that's why they didn't contact us. Or they're lazy, they just threw the stamp post, or whatever. Vacation. So, like, this one, like, oh, I have a couple looking for, like, something, like, private for, like, 2 to 3 million, Hollywood. Right. Like 23 people. Hazaértem, és hétvége van, és vége van a napnak. Úristen, nem tudom elmondani, hogy mi volt ma. De minden nap olyan dramatikusnak hangzik, de képzeljétek el, hogy nem tudtam vlogolni. És... vissza fogom nézni ezt a videót, és amikor szerkeztem, akkor fogok rájönni, hogy mennyire szedett ez a videó, amiért bocsánatot kérek. De ezek a hétköznapok borzasztóak. Szóval kaptam egy olyan ajánlatot munkával kapcsolatban, amire egyáltalán nem számítottam, és emiatt volt 3 meetingem egymás után, ugyanarról a témáról, különböző emberekkel, és úgy néz ki, hogy valami hatalmas változás lesz munkaügyileg az életembe, olyan, amire egyáltalán nem számítottam, és olyan, amire nem is gondoltam volna, hogy bekövetkezik, és úgy néz ki, hogy befog. Úgyhogy hétfőn minden el fog dőlni, hogy addig nem tudom nektek elmondani sajnos, de hétfőn minden el fog dőlni, és akkor el fogom nektek mondani, mert hatalmas változás, hogyha megtörténik. Nagyjából ilyen 80% és 90% között van, hogy meg fog történni, úgyhogy egyelőre ennyi fog mondani, és át is térek arra, hogy mi történt. Szóval képzeljétek el, hogy elmentem körmöshöz munka után, és ilyen fehér lett a körmöm, ilyen milky white. Felfogom magam, hogy isten nézni meg a hajam, hogy áll, esett az eső, eláztam, a sminkem teljesen szét van esve, fáradt vagyok, hogy most le fogok zuhanyozni, kicsit felfrissítem magam, a sminkemet megcsinálom, elkészülök, és megyünk vacsorázni, és szombat-vasárnap is fogok vlogolni, szóval ez lesz egy vlog, és ez egy különálló hétvégi vlog, és utána pedig nem fogok vlogolni egy hétig, mert utána kezdődik a vlog, szóval nagyon várom, és minden nap lesz vlog, legalábbis ez a terv. Minden nap fogok vlogolni, és megpróbálom minden feltölteni, ha nem megy össze, nem jön össze, akkor pár napot veszek fel, és azt töltöm fel. Attól függ, mennyire leszek bizi, lesz benne utazás, lesz benne csomó-csomó minden, úgyhogy mindenképpen lesz mit vlogolni. Úgyhogy megyek, és lezuhanyzok, és elkészülök most a vacsorára. És el is készültem. Lezuhanyoztam, megnyitottam a hajamat, földobtam egy kicsi sminket, mentettem, hogy miben vagyok. Elmondom, elég fáradt vagyok, szóval megpróbáltam, most amúgy itt van a barátom a kamerának a másik oldalán, és nem értem, mit mondok, de megpróbáltam meggyőzni, hogy rendeljünk valamit, és inkább maradjunk itthon, és nézzünk egy filmet. Meg akartam nézni a House of Gucci-t, de inkább kivegyünk vacsorázni, mert neki nagyon mehetnék, javán. I was saying that, you know, you really want to go out, so we're going to the French restaurant. How could I not want to go out with you? Because I'm like, you know, I was trying to convince you to stay home, watch House of Gucci, order food. It's impossible. I've got to go out and show you off. Egy ilyen fekete pulcsi, ami ugye a vállam ki van belőle, farmer nadrág, és hozzá fel fogok venni csizmát, és ez lesz az outfit. You don't. No, you don't. Sorry. Thank you so much. Ez ilyen rántott tintahal, ez csirkemell, az pedig ott a végén pedig békacom. Ez a békacom. Maybe you gotta try the frog legs. Have you ever had one? No. Looks so good, no? Yes, there is a bone. There is a bone. And this you is really, not bony, right? But this use bony. The sauce. The sauce is really good. It's like pesto sauce, yeah. Ooh, I mean, just use your, you know. Fork? Yeah, it's easier. Like, you can get the... But be careful, there is a bone everywhere. Inside oh, there's too. A bone in this too? Yeah, you have to cut it. So.
és most már másnap reggel van, és éppen indítom az új vlogot, úgyhogy most elköszönök tőletek. Köszönöm, hogy itt voltatok, és találkozunk a következő vlogban. Sziasztok!